Little double life, I should've known you were the devil flying undercover. I should've known you'd fit the part. I should've known you were a star. Sziasztok! Szóval, sziasztok! Üdvözlök mindenkit ismét is sok-sok szeretettel. És ahogy láthatjátok, folytatjuk tovább a God of War magyarosítását. Lehet, hogy végigjátszunk, mert eléggé bejött nekem a játék, így meg magyar szinkron, a szinkron sark jó voltából ugye iszonyú jó a game szerintem, és azért tényleg hozzá egy 5 éves game. Szóval szép napot mindenkinek, jelenleg megmondom nektek, 14:30 van vasárnap, ezt a videót majd hétfőn reggel fogjátok, vagy hétfő reggeltől láthatjátok tőlem, azaz jó egget is, és ismét szép napot. Mindenkinek köszönöm a követéseket, a lájkokat, hogy itt vagytok, nézzétek tőlem a tartalmakat. Köszönöm előre is, és akkor vágjunk is bele a játékba, pontosabban folytassuk tovább. A játékkal kb. Két napja biztos, hogy nem játszottam, szóval szerintem az első fél óra azzal fog eltenni, hogy hogy is működtek a dolgok. Szóval, folytassuk. Csak hamar gyorsan megnézem a hangokat. Elnézést. Oké. Okay. Na folytassuk. Másítom, hogy hagytuk abba. Ja, ilyen itt hagytuk abba. Ja, már emlékszem. Várjátok, egyesre veszük a kezünkbe. Várjunk, igen. Oké. Heavy. Jó, el lehet dobni. Szeret hív. Fagyasztani. Ellenfelet, jó. Van a dű. Dodge. Jó. Pajzs. Oké. M. Ó, van valami új páncél. Atreusnak van valami új páncél. Szőt tunika. De ez szerintem csak skin, nem? Ezt, látjátok? Nem mint tunikája. Ezt össze lehet vetni. Ja, várjátok. Ilyen tabot nyom. Mindegyik ugyanaz, csak más külső. Remény tunikája. Tunika. Nekem utána jobban bejön. Képességek. Kettő szintű lettem, fiúkányok. Hol ér egyáltalán az, hogy hány szintű vagyok a játék? Fogalmam sincs, de megnyíltak újabb dolgok. Ez kérlek szépen, fiúkányok. Vásárlás, meg tudjuk vásárolni. Mi ez? Fagyasztó robbantás, Leviatán feltöltéséhez és bekapcsolásához fagyás sérülést okozó robbanás létrehozásához célhoz és tartsd lenyomva a... Igen, jó.
Nem néz ki rosszul, egy ezresbe kerül. Pontos dobás kombináció. Ez annyira nem lenném, hogy érdekel. Itt mik vannak? Fagyrohan. Állandó fagy. Kavargó vihar. Ó, vés, aha. Na, ez például nem néz ki rosszul, de előtte gondolom ezt kéne megtanuljuk. Fagy büszkesége. Mert ezek így, ja nem, várjatok. Ezek nincsenek így összességében. Jó, ez mi? Pusztító vihar. Az ellenséget többször eltaláló fejszatámadás hoz, és az eltaláltak lefagyasztásához tarts lenyomva. Kombinációs erős támadás végső csapással egy gyenge támadás végén. Aha. Szóval... rövid támadás és egy erős. Aha. Ugró támadáshoz nyom meg. Érdekes. Sérülések elszenvedése nélkül hajts vége támadásokat. Gyors egymás utánban. A levetem fejezt a feltöltéshez is. Találatához. Aha. Oké. Okay. Alakulunk. Indítottam felvételt, igaz? Jó. Nekem most ez, de a kavargó vihar. Kitérés közben a gyors fejszi támadás végrehajtáshoz tarts lenyomva a V-t, és nyom meg a támadást. Ezt meg akarom venni. Ennyi kombinációt, hogy a faszba fogunk megtanulni? Mondjátok el nekem! Ó, mágikus harcot is fog majd tudni a kölök. Jó, akkor hogy volt? Várjátok! Nem jó, pillanat. Mit vettem? Most meg képessége. Hogy van ez? A V-t lenyomva tartani. Vagy most nem működik. Mert nincs ellenfél, gondolom. Igaz? Ütés közben a gyors fejszés támadás végletés kitérés közben. V és... Jó, mindegy, haladjunk. Gyerünk! Örültem, Brock. Az állatodnak viszont kell egy. Hogy tetszik a hálásban rohadék? Hé! Hálásban rohadék! Hozzám! Ez tetszik! Hálátlan rohadék! Na, meg kell fagyasztani majd. Azért vigyázzatok a hátsótokra! Az a hely nagyon ki tud csinálni! Hagytad, hogy egyedül harcoljak. Igen. Az emberek egy dolog. Minden mással harcolnod kell. Amíg nem mondom, hogy elég, vagy meg nem halunk. Érted? Vedd ki a részed, vagy hazamegyünk. Értem. Helyes. De most lehet, hogy nem jól emlékszem, de nem azt mond... Szerintem itt átjuthatunk. Oké, nem azt... Nem én mondtam, és Kratosz neki, hogy ebből maradjon ki. Nem vagy benne biztos. Erre! Ilyen ötletem. Többször nekem. Aha. Ez csábítónak látszik. Igen, és hogy húzom be vajon? Vajon is kell behúzni tovább. Hát én itt nem hagyom. Mi van benne? Valamilyen maxil. Aha, jó. Oké. Okay. Hú, bazd meg!
Na, ez ugye van gyorsan. Simán át kell ugorni? Álljátok, én itt mentek. Szóltam mondani, hogy féled el halált? Én félem. Várj meg itt! De most menjünk, várj meg. Francba, nagyon jó van, bocsi. Vigyázzon már! Látod, mit basztom-e? Aha. Jó, amíg harcolunk, nem vesszük ki a fejszét. Várj meg itt! Köszönöm a lootokat. Bocsi, egy kis bogár. Szóval gyorsan ki kell nyissam, mielőtt nem szakad az egész. Én itt mentek egyet, nem vagyok benne biztos, hogy összejön, és még egyszer nem kívánok harcolni. Kupad meg! Aha! Megvett. Úgyhogy nem vagy fáradt. Hé, ez értékes lehet. Nem tudom, köszöntem. Ja, valahol eljutottunk. Oh. Sosem voltam még ilyen közel a hegyhez. Milyen nagy. Bárcsak anya is láthatná. Ne érzelmeskedjünk, igaz? Gyere, fiú. Menjünk.
Tök jó ezek a videók. Én itt mindjárt valami harc lesz. Nekem már van egy olyan előzetem. Amin mentek. Bocsánat, sok mentés mint ad, de egy ilyen után, ha esetleg meghalunk. Nem akarok újra kezdeni semmit. Oda néz! Hova? Mi ez? Fiú! Nézd! Rúnák vannak az oldalán. Jó, mindjárt megnézem. Ez valahol vezet. És ami vezet valahova... Akarod, hogy elolvassa? Gondolom, akkor... Mi van odaírva? Ahogy vagyunk, ketten, hárman. Ahogy egyedül sosem lehetnék. Egy rejtvény. Talán a közelben lehet a kulcsa. Elbázz meg. Szerintem a gyűrűknek forogniuk kéne. A gyűrűs forognak! Gyere le! Legyen! Jaj, megvan! Bocs! Fogadok, meg tudod fagyasztani a fogaskerekeket. Mindet? Jaj! De ez nem? De hogyan fagyasztom meg mindet? Álljatok! Kívülről kéne kezdeni, hogy nem mozogjon tovább. De... Vagy álljatok, ott van egy. Az valami más színű. Azzal kell kezdeni. Hát hol az Isten van? Jó, egyet tudunk megfagyasztani, össze kell passzintani a dolgokat. Aha. Igen, megvan. Rúnákat látok. Fiú, mit jelentenek ezek a rúnák? Azt írja, család. Ez nem a kulcs. Ez a válasz. Ami egyedül sosem lehetnék. Igaz? A későddel rajzold a rúnákat a homokba. Biztos? Kiszló! Valami történt! Működik! Jó, ne is eljöttünk. De engem az zavar, hogy nem így volt, már elnézést, képesség. Kitérés közben gyors fejszis támadás. Végrehajtás az tartsd nyomva a V gombot és nyomd meg. Azt csináltam. Örültem Brocknak, de annak jobban, hogy elhagyjuk ezt a helyet. Már elhagytuk. Alá kell menni, de itt van valami. Csak megnéztem. Nem tudom, mert én még itt vagyok. Ja, igaz, maxosak vagyunk. Nem, akkor még elhasznak. Ott fönt vagy? Nem lehet, itt nem lehet kimenni.
Videó? Fiú? Ezek a nyomok. Talán vaddisznó. Nem is tudom, de megtalálom. Menj! Fontos, hogy egy harcos képességei éberek legyenek. Ja, te is mint egy vaddisznó volt. Gyerünk! Nem vagyok kész! Mi az Isten volt? Lődek rád! Ja, még ilyen is van? Jaj, tényleg ilyen nem is van már mint. Vissza, fiú! Az, hogy folyamatosan megtámadnak bennünket? Ki tudja? Ó, ezzel azonnal visszatöltődik a spártai dű. Mehetünk. Jó, működik, de csak a csata van. Ó, miket látnak? Tündössze menni. Itt. Mit jelent? Mi? A három Nornirt jelképezik. Nornir. A sorsok. A sorsok. Azokból semmi jó nem származik. Rendben. Ez a Gilingalan. És hol a harmadik? Jaj, ez idő elmegy. Hol? Ó, jó, az van legtávolabb. Hol az van? Kicsit eljött. Most jó lesz. Igen. Na, ilyen ádikó sem volt. Ó, találtam három almát, azaz tudom a hátimat növelni. Alapból... de jó! Várjatok! Fegyvereknél is van valami. Ide be lehet tenni Ivaldi ülője. Az miért a kell? Egy tőle én betesszük.
Az ilyenkor benne van? Nem benne van, nem értek. Ja, a fejszébe kettőt lehet beletenni. Jó. És volt valami kristály, vagy nem tudom én mi, nem? Amit találtunk még. Jó, haladjunk, fiúk, lányok. Ha bármilyen észrevételtek van, amit kihagyok, vagy esetleg valamit nagyon nem jól csinálok, szóljatok. Tippeket! Fiú, hallom az állatot hangját. Tudtam, hogy van disznó. Nem biztos, hogy van disznó. Nője, mikor most a... készen állsz. Most elkezdünk feljárni? Elkosodik. A vaddisznó irája vastag. Ölvezzék. Hova öljek? De hát, eltaláltam, ugye? Azt tettem, amit mondtál, mégis lepattant. Lehet, hogy a disznó mágikus. Hmm. Te mit gondolsz? Ilyet még sosem tapasztaltam. Akkor eredj utána. Furcsa az, hogy más a szinkron, nem más a szöveg. Légy résen. Még több olyan ember? Valami más. Néhány test olyan, mint azok a halott izék. Halott izék nem jó. Nem tudom, mik ezek a... Dragörök vannak itt is. Egymással harcoltak. Mit tudom én? Jó kérdezze. Most még itt először. Hát lehet vágni. Megpróbálok minél jobban körbenézni mindenhol. Esetleges mellékutakat megnyitom, vissza lehet jönni sztori után. Lehet, hogy sztori közben is, ha jól tudom, vagy emlékszem. Te beállítva sem minden nem állt. Hát, van valami. Nézd! Át kell jutnunk itt! Igen, megemeljük. Napot vissza. Menni fog. Neki vagy nekem? Szilárdan tartsd. Nyugalom. Inkább pontos, mint gyors. Igen! Ne veszítsd el! De ki is tervesztette. Ami az anyjáé volt. Fiú! Ha olyan is, akkor most még köd is van, mi? Fiú! Mi
Merre vagy? Apám, siges! Hova? Hát hívnám! Kösz. Atreus! Lassul! Nem, akkor, akkor mégis az lesz. Várj meg, fiú! Ja, igaz, gyorsan is lehet fogni. Atreus! Mit tettél? Sajnálom! Atreus! Most lesz fel, most el tudok fel. Nem tudtuk, hogy tartozik valakihez. Nem is, ő a barátom. Ha itt még erre egy boszorkány, nem mondják, hogy ütlen. Akkor segíts helyrehozni. Tartsd itt a kezed. Azt mondtam, tartsd, vért veszít. A fajtája utolsó példánya, és ti lelőttétek. Étel kellett? Célba lövés. Célba lövés. Én nagyon sajnálom. Tartsd nyomás alatt. Az én hibám. Jobban kellett volna vigyáznom rá. Meg fog halni. Azt nem fogom hagyni. Te! A nyíl elvágott belőle egy artériát. Találd meg a két végét és tartsd őket szorosan. Kezdjük a bal oldallal. Fogd meg és tartsd. Most a jobb oldalt. Tartsd erősen. Jó. Most húzd őket össze. Igazítsd egymáshoz. Szóna. Foka. Elengedhetem? Te boszorkány vagy. Itt nem tudom meggyógyítani. A házam ott van a fák között. Oda hoznád? Nem halhat meg. Jó. Stabilnak és nyugodtnak tűnik most. Greita. Erre. Lehet futni? Nem. Valahogy itt még egy pár marad mehatsz. Nem lehet kicsit gyorsabban menni? Nem hiszem, hogy nehéz egy istennek. Kicsit nagy neked az az éj, nem? Anyám készítette. Azt mondta, majd hozzánövök. Soha nem láttalak ebben az erdőben. Hát én nem lesz lakom. Biztos hiányzol neki. Anyám... meghalt. A hamvait visszük éppen a csúcsra. A hamvait? Az utolsó kérése. Fiú! Én sajnálom a veszteséget, ami ért. Mindjárt jövök, fiúk, lányok, egy pár perc szünet. El kell menjek valahol.
Na, már vagyok is, és folytatjuk is. Haza! Ne nézz így! Itt vagyunk. Egy fában laksz? Nem benne. Alatta. Emily! Nézd! Semmi. De ez egy teknős hozzá. Ő nem lesz? Ja, de ő is benne lesz a második hőzbe. Barátságos! Az? Majd teknős. Fiú! Ígérem, nem veszélyes. Olyannak hiszünk, akinek pár perccel találkoztunk csak. Jó fiú vagy. Aha, biztos fiú. Fej az állatok istennője, nem? Ó, itt már megy magától videó. Rakd a körbe! Tartsd ott! Egyedül élsz? Így a legjobb. Az ő fia támadott meg bennünket, nem? Fiú! De hát így van! Fogd erősen, mielőtt kárt tenne magában. Jó. Még két dologra van szükségem. Friss vörös gyökérnő a ház mögött. Hoznál nekem egy maréknyit? Mi a másik? Tudom. Tudom, hogy egy isten vagy. Nem-e világi, de kétség sem fér hozzá, hogy az vagy. A fiú nem tudja, igaz? Hogy mi vagy te. Hogy micsoda ő. Ez nem tartozik rád. Elvilág istenei nem fogadják szívesen a kívülállókat. Hidd el, tudom, mit beszélek. Ha megtalálnak, és megfognak, megnehezítik a dolgokat. A fiú válaszokat akar majd. Az az én gondom lesz. Bármit is rejtegetsz, nem védelmezheted őt örökké. De igazad van. Nem tartozik rám. Kellene még borzas kakuktorma is. Egy fehér szirmú virág a kertben. Csak egy maréknyit. Jó. Borzas kakuktorma. Nincs fehér, aha. Hol a kert? Velem. Mármint egy teknős alatt él. Túl nyílt vagy vele. Nem tudjuk, hogy megbízhatunk-e benne. Nem próbált megölni. Még. Még. Majd a második részbe. Ott fog. Hol a faszomban van az izé? Mit keresek? Fehér színű virág. Valami fehér színű növényt keresek. Ez az! Ez fehér! Ez a szentőhoz. A teoszhoz vagy bosszihoz? Csodás, a kakuktorma. És a piros gyökér? A fiú keresi. Talán segíthetnél neki. Szükségem van mindkét növényre.
És menj meg! Talán ez segít. Elejtettem? A vadüldözése közben. Mi van velem? Ha elveszíted... Már elveszítetted. Mostantól jobban vigyázok rá. Itt Kratos még tényleg az a... Nem mogolva... Hogy mondjam... Tudjátok. A másik kézben már sokkal lágyabb szívű, emberszerűbb, vagy hogy mondjam... Nem tudom megfogalmazni, de szerintem mindannyian tudjátok. Mekkora változás lesz. Sőt, a második részben nem is ő mondjuk ugye a főszereplő, hanem ugye Atreus. Itt vagyunk. Lassan átmegy a játék Atreusra. A következő nemzedék. Minden itt van, ami kell. Szóval életben marad? Igen. Akkor mi megyünk is. Várjatok! Köszönet nélkül nem. Biztonságot akarsz? Ez a jel elrejt azoktól, akik megnehezítenék az utatokat. Jó, tedd. Lúja. Hemilé! Van egy rövidebb út a ház alatt, ami biztonságban kivezet az erdőből. Kövessétek az ösvényt! Majd tartsatok a fény felé. De akár halálunkat is akarhatja. Viszont így bántottuk az egyik állattáját. Most menjetek. Gyere, fiú. Jó, a közlemétek is. Ez a föld alatti átjáró visszavíz benneteket a hegy felé vezető útra. Használjátok a csónakot. Várj! Ez tedde. Ezzel tájékozódni és navigálni tudsz a világban. Mindig a céljait felé vezet. El van célom? Az oroszolként csökké. Nézd innen! Bocsi, egy kis fekete mocsombogás. A csónakot látom. Ott egy csónak! Ezt látom. Az mi a csónak? Nem megy! Hát azt mondta, hogy biztonságosabb. Anyám mesélt róluk, de nem hittem, hogy léteznek. Lidércek? Igen. Nem adám biztonságosabbnak. Vagy ők maguk a lidércek. Már nem emlékszem melyik. Ez nem baj. Ide be lehet menni? Helyetek, mikor volt ott a jelentés? Fogalmam sincs. Jó, menjünk a csónakba. Úgyis nyílt világ lesz az is, mert később is vissza lehet jutni. De az miért maga volt? Ki lehet jutni? Ez így nem jó.
menni. Most már gyorsan elérjük a hegyet. El sem hiszem, hogy itt vagyok, és ezt csinálom. Nincs van a kezdünk? Azt hittem, sosem hagyom el az erdőnket. Talán még az ágyamat sem. Ne okold magad, mert beteg voltál. Tudom. Csak azt akarom mondani, hogy ez nagyon jó. Akalam? Ott a hegy! Nézd, milyen közel vagyunk! Tengervízbe értünk. Honnan tudod? Nem érzed a szagát? Büdös. Ha ez a tenger szaga, akkor a tenger büdös. Bocsi! Na, ezt láttam ittől. Most, múlt héten. Jézusom! Turbo van? Mennydöngés istene. Úgy van. Azt hittem, nem figyeltél, amikor anyám róluk mesélt. Néha előfordul. Beszélt olyanról, aki nem érez fájdalmat. Ó. Ez úgy hangzik, mint Baldur. Baldur. Egy ázisten. Odin és Frigg fia. És Odin a király. Úgy van. Miért kérdezed? Odin az apja Baldurnak. De Baldur bebörtönözte Odin, majd lehet, hogy meg is ölte, mert ugye tudjuk a másik kézben, hogy végig Odin volt Baldur. Mert kell menni tőlem be. Azt hiszem, láttam valamit. A tó közepén volt. Aha. Látom, hogy mutatja a játék. De messze vannak. Ennél közben nem jutunk. Jézusom! Mentek innen. Azt írja, áldozd fel fegyvereid a víz mélyének. Ébreszt fel ismét a világ bölcsőit. Mi? Dobjuk a vízbe a fegyvereinket? Szerintem neked ez nem lesz gond. Megteszed? Igen, mert ő vissza tudja hívni. A fejsze nem tért vissza. Bocsi. Ah, mi jön? Látod? Nem. És ott van torszobra csak. Most már többet látni belőle. Ha, kért, csökkent a vízszint, amikor a kígyó kiemelkedett. Ó, nem. Ezért nem láttuk eddig azt a partot. Látod? És ott a hegy. Nézd, az út pedig ahhoz az aranytemplomhoz vezet. Az egész víz alatt volt. A szobrot kivéve. Jó, mi? Még kikötő is van. Ott, a zászló alatt. Először oda megyünk, igaz?
köskén. Mi leszünk az első emberek, akik rálépnek, ki tudja mióta. Ismered azt a kígyót? Ő egy óriás, aki annyira hosszú, hogy körültekerheti a világot, és a saját partjába haraphat. Ez azért túlzás. Nem tudom. Szerintem elég hosszú. Nem videó. Ez Baldur templom, nem? Ez vezet fel a hegyre. Úgy tűnik. Nincs csak a szakállas hústorony és ágyékán a gyümölcse. Lássuk, van-e valamim nektek? Brock? Hogy kerültél ide? Nem a te kibaszott dolgod. Na gyertek ide! Várik nektek valami, de ne nyúljatok semmihez. Ez már az én helyem. Én láttam meg előbb. Na most kell neked egy kül. Szerinted mit akar? Az idegeinken táncolni. Ha elterjed az újboltom híre, a népek végre előbújnak a rejtekükből. Egymás csülkeit fogják taposni, hogy lássák az árumat. Az hocihe! Miért kell állandóan rohanni? Kapd el! Az a sziklahalom ott. Yggdrasil kulcsával ki tudsz nyitni egy hűvös ajtót a világfa ágaihoz. Ez egy átjáró a birodalmak között. Ha látsz ilyet a kinti világban, vissza tudsz gyorsan jönni ide. De csak egy irányba visz, ideni, ahol most is állunk. És bármit is csinálsz, soha, 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 de soha ne ugorj le az átkozott peremről. Kivéve, ha jól megdöglenél. Hát, azt mi sem akarnánk. Persze, nyitva vagyok. Van hozzá... Álljátok. Már 12 ezer tölt az üstön van. Nem tudom, hogy ez úgy szerencsé, de biztos jó. Feltöltődést, az a sztaminát jelent? Ez a idúcsolat kéne ennyi fiúk, lányok. A találok, persze. Egyik se jobb. Sok sikert az álmok futáshoz! Neked is.
ment a pénzünk, igaz? Hát kicsit gyorsabb van, a házdóban, fordon. De itt ezeken helyeken még nem találtunk ilyen kaput. Jó, ezt még nem tudjuk használni, menjünk. Kurva jó a game. Itt is lesz valami feladat. Mögötted! Mögöttem? Mondod magától. Ez a földön a földön. Remélhetőleg a torony a hegyhez vezet minket. Készen állok. Jó, nincsen probléma. Hát tényleg megtámadta őket. Már maga biztos a köld. Halagot jobb ilyen nagyobb bosszokra megtartani. Egyesen feltöltődhet. Mindjárt olvassuk, csak előbb kilúrtoljuk a dolgokat. De nem olvastuk el a... Nem tudom elolvasni. Na, akkor nem is, akkor mindegy. Szerintem ez valami elgezős hely. De csak vittelek. Én nem látom hol. Nem vagyok kész. Meghal. Újféle láda. Ez egy nyelvi kód részlete. Keresünk még többet. Mit keresünk? Tudom mi. Ah!
bocsi, pillanat. Innen hova kell ugrani? Ja, ott kell kimenni. Ah. Gondolom én. Mert ott nem ment. Oh, ezek mik voltak? Nagyon büdösek. Anyád gúnyoszlopoknak hívta őket. Mérgező bűbáj. Ő tanította meg a hatástalanításukat. Mi az? Csak fura, hogy téged is tanított. Igen. Na, ahol menjünk. Ó, jó nagy köd van. Olyan elég nagy terület, mintha valami nagy csata lenne. Esetleg ne. Nem. Ne foglalkozz vele. Még egyszer. Itt vagy, Cindy. Hogyan jutottál ahhoz a fejszéhez? Az csak rám tartozik. Azt nem is vitatom, de én ismerem ezt a pengét. A miénk volt, de nem neked készítettük. Állj félre! Nem tehetem! Tudod, a nő, akinek készítettük, én nos, rendkívül tiszteltem, és hogy úgy mondjam, rosszalnám, ha kiderülne, hogy ártottál neki! Az anyámé volt. Az apámra hagyta a halála előtt. Meghalt. Fény meghalt? Na, ő az. Ezt nagy sajnálattal hallom. Kemény harcos volt. És derék nő. Rendben. Ideje fejleszteni a fejszédet. De... senki sem kérte. Ez igaz, de az anyádat ismerve, ő ragaszkodott volna hozzá, hogy helyrehozzam azt a vandál rongálást, amit a fejszével művelt a testvérem. Tudtam, te Brock testvére vagy. Itt a pecsét másik fele. A kék törp a testvéred. Igen. Bár én vagyok a tehetségesebb. Nem dicsekvés. Freyára esküszöm. Freya? Ne csináld vissza, amit ő tett. Csak javíts rajta. Jó, de, de le tudnád nekem oda, oda tenni a nem. Miért? Koszos. De koszos? Rendben, akkor én csak... én csak... ez rászáradt vér! És mind dolgozol? Ó, oh, az... én égmozgatónak hívom. A hegy tel is tele van értékes és ritka ásványokkal. Ha kibányászom őket, valahogy le is kell hozni. Meg tudod javítani? Nem igazán. Ő is javíthat. Oh, mondjátok, mit szeretnétek? Meghalom feltámaszt, tök jó. Van ilyen. Testvéremnek, hogy újra hozzáérjen, de ha mégis, akkor edze tovább az acélt, mert így tökre teszi. Óvatosan utazzatok!
Lehet elbeszélni? Tényleg anyámnak készítetted a fejszét? Ó, bárhol felismerném. Ha engem kérdezel, az egyik legjobb darabunk. 20 patról visszhangzó sikoltása van beletöltve. Nagyjából. De miért neki? Honnan ismerted? Ő keresett bennünket, még az elején. Különleges nő volt. Meg akarta védeni a népét. Gondoltuk, itt az esély a valaki olyannak hatalmat adni, aki jóra használja. Beszélte az anyanyelvünket is. Azt mondta, Mávúrim szám Gengur. Egül Vigülhanc. Gengurájn. Úgy van. Lenyűgöző. Sokat látok belőle a szemedben. Gyermek. Köszi, Sindri. Ne érj hozzám! Mi? Én nem akartam. Visszajövök később. Neki van az a... Szerintem itt mentünk, fiúk, lányok. Na hát, fiúk, lányok. Nem tetszett nektek ez a rész is, ha igen, nyomjatok egy lájkot, kövessetek be. A Nubiszt voltam, további szép napot. És hamarosan találkozunk. Addig is. Sziasztok. Ez jó volt. Should've known you fit the part. I should've known you were a star. Not